Sziasztok! Volt már egy érdekes tapasztalatom, aztán gondoltam, hogy megosztom, hát ha tudtok rá valami magyarázatot arra, amire én nem. Elmentem ma új esőkabátot venni. Hát valójában már tavaly, vagy ez már idén volt? Na mindegy, az egyik hosszabb biciklitúra alkalmával kiderült, hogy lukas az esőkabátom. Méghozzá nem is kicsit, olyan helyen nyílt szét a varrás, hogy nem volt annyira feltűnő a hónajban, de komolyabb esőnél ez beázott, és hát az egyik oldalam az konkrétan vizes lett mindig. Tegnap megint ilyen esős idő volt, úgyhogy eláztam többször is. Valójában nagy mázli, hogy nem komolyan, de azért megint átázott az esőkabátom, úgyhogy most megszületett a döntés, hogy elbicikliztem a Decathlonba és vettem újat, meg egy kicsit körbenéztem. Elsősorban ugye ez az esőkabát téma érdekelt, hát nagyon szívesen vettem volna egy kifejezetten biciklis esőkabátot, amin esetleg van fényvisszaverő, vagy meg hát láttam a biciklis esőkabátoknak hosszabb a háta, hogy ugye előrehajolt állapotban is jól működjön a dolog, de hát a biciklis esőkabátoknak viszont egy teljesen számomra érthetetlen ilyen mellékes tulajdonsága az az, hogy nincsen kapucniuk. Nem tudom, mi a fenét gondolnak az esőkabát gyártók, hogy mi védi majd meg a fejemet. Hát láttam már olyat, hogy egy-egy ilyen biciklis sisakhoz létezik esővédő húzat, de, és hát ugye jó magyar barkácsról lévén meg tudnám én ezt oldani egy nellőszatyorral is, de milyen hülyeség ez, mikor egy tök hagyományos esőkabátnak van kapucnia, ezért esőbe a kapucnit a fejemre veszem, és annak a tetejére a sisakot, és nem ázik el a fejem. Ennyire egyszerű lenne. Úgyhogy vettem egy túrázós esőkabátot, és találtam egy egész normálisat, amin vannak kis szellőzők, mert egyébként a teljesen zárt esőkabátnak az is egy hátránya, hogy kívülről ugye lehűl mindig a levegő esőbe, meg hát az eső amúgy is lehűti. Belülről én izzadok, mert hát általában biciklizés közben szokott elkapni az eső, de mindegy, hogy aloglok is. És azért a elpárolgó izzadságom az rögtön lecsapódik a kabát belsején. És valójában nagyon rövid úton ugyanolyan vizes vagyok belül, mint hogyha nem is vettem volna fel az esőkabátot. És csak hát a saját izzadságomban fürdök olyankor. Úgyhogy hát bízom benne, hogy ez az új, ez most jobb lesz egy fokkal. Vannak rajta kis szellőző, ilyen zsebszerűségek kialakítva. Hát nagyon fura volt még az, hogy normális méretű kesztyű nincs a Decathlonba, biciklis kesztyű. Megint ezt a legolcsóbbat kellett vennem. Nem tudom, mennyire látszik, de hát ebből van 3XL-es, és az éppen hogy jó a kezemre. Másból nincs. Ez hasonló, mint a biciklis cipők. Nem tudom, hogy mi az oka, hogy szinte csak a soroksári Decathlonba van, meg a Budaörsibe. Ezért, hát mondjuk most Kecskeméten volt egy pár cipő, de mind ilyen 41-42-es. Jó, hát mondjuk az átlag biciklisek persze nem ekkorák, mint én. Igazából én vagyok a kivétel. De a rövid nadrágok meg így érzésemre kisebbek lettek, mint tavaly. Meg valahogy az anyaga se ugyanolyan. Hát ugyanaz, mint a pólók. Ez a mostani, ez is egy Decathlonos póló. Messze nem olyan jó minőségű az anyaga, mint a régi. Ugyanilyen modellnek volt. De hát mindegy. Ez van. Úgyhogy hát aki tudja, hogy a biciklis esőkabáton miért nincs kapucni, az írja meg nekem, legyen szíves. Én akkor se fogom érteni, hogy miért kell ezt ilyen bonyolultan előadni. Sziasztok!